Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Mai vendégünk Lévai Kálmán tűzoltó ezredes, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Lévai Kálmán tűzoltó ezredes, a Jásznagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének kirendeltség vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a nézőket. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert év végén nem jött el hozzánk, nem tudtunk egy évértékelő interjút készíteni, így erre most kerítünk sort januárban. Hogyan értékeli, gondolom már megvannak a számadatok, milyen évük volt a 2015-ös? Mennyire volt nehéz év a katasztrófa védelemnek? 2015 egy viszonylag nyugalmas év volt. Országos értékelésünk is megtörtént az elmúlt héten. Ott is ez a megállapítás született, tehát országosan is elmondhattuk ezt, hogy a 2015 év úgy alakult, ahogy vártuk, ahogy szerettük volna. Viszonylag nyugalmasan, rendkívüli eseményektől mentesen. Persze egy-egy helyi esemény az mindig akad, de úgy nagy átlagot tekintve nem tér el a átlagos, tehát a hétköznapi események szintjétől. Az, hogy nagyobb riasztásaink voltak nekünk is területen, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy olyan nagy volt a baj, hanem olyan sok kézi erő kellett hozzá. Ezek általában szabadtéri tüzek voltak, tarlótüzek, esetleg búzatábla tüzek. Hát a búzatábla az már mindjárt fontosabb, vagy ha az erdő sávba, erdőbe beterjed a tűz, hisz az erdőt is védenünk kell, a még learatatlan gabonát is védenünk kell, de a tarlótűz is terheli a környezetet, füstöt, széndioxidot termel, és ezért is kell minél hamarabb, minél gyorsabban eloltanunk. És hát ugye emlékszünk, hogy például a szeméttelep is kigyulladt a tavalyi év során. Így van. Na, ez egy ritkaság, hál' Istennek, hogy ilyen szeméttelepel kell küzdenünk, de azért 15-20 évente előfordulhat. Azt többször vissza kellett mennünk, mert egyszerűen azt a több méter vastag, még tömörítetlen, befedetlen szemetet eloltani tulajdonképpen szinte lehetetlen. Amennyire lehet, persze igyekeztünk a vizet mélyre lejuttatni, hogy el is aludjon, tehát ne ott a majdani föltakarás alatt izzon és egyszer csak valahol kitör. De hát meglehetősen nagy füsttel jár, meglehetősen bűzös füsttel jár, hát milyen legyen egy szeméttelep. De végül is azon sikerült úrrá lenni, többször vissza kellett menni, rengeteg vizet rááldozni, de végső soron sikerült, hát köszönhetően a szeméttelepen dolgozóknak a szakszerű munkájának is, hogy tömörítették, földet hordtak rá, és végül is így lett elfolytva ez, hogy ne okozzon további környezetszennyezést. Milyen típusú tűzesetek voltak a jellemzőek a tavalyi évben? Igazán jellemző tüzeket nem lehetne mondani, tehát lakóépületekben előfordul még mindig kéménytűz,
tehát a kéményekből, nem is a kipattanó szikra, hanem a előregedett kéményekből, a fuga nem tökéletes, akkor ott a födém szerkezetbe, a nátszövetbe tud kárt tenni, és az, hogy ott elbújdokol az a tűz, és egyszer valahol kitör, bizony gyorsan baj tud okozni. Egyik fajta tűzeset a másik, amit említettem, a szabadtéri tüzek, ezeknek egy része ilyen ki tudja mitől keletkezett típusú tűz, és út mentén kezdődik, egy ilyen kidobott gyufától, egy eldobott cigarettavégtől meggyulladhat a kis lenge száraz fű, és aztán terjed tovább, és amerre a szél segíti arra is. Hát ugye nyári szárazságban azért nagyon gyorsan terjed. Ezeken a tüzeken voltak egyébként magasabb riasztásaink, magasabb fokozatú riasztásaink, ahol sok kézérő kellett, mert sok helyre be sem tud menni a tűzoltó autó, vagy nem érdemes bekínozni ezt a sok milliós technikát oda, hogy ha esetleg egy nagyon fontos esethez el kell vonulnunk, mire onnan kitöccögünk a pusztából, a országútig az azért sok időt vesz igénybe, nagy időveszteség. Mesélje már el nekünk azt, hogy mik ezek a riasztási fokozatok. Mindig lehet hallani, hogy 3-as, 4-es, 1-es, melyik a legkisebb, melyik a legnagyobb, és mi a különbség? Hát a legkisebb az, hogyha egyes riasztásról beszélünk, és legnagyobb e tekintetben az 5-ös. Attól függ, hogy hány tűzoltó autót, hány rajt vagy fél rajt. Egy tűzoltó autón 6 ember utazik általában, gépkocsizető, parancsnok és 4 beosztott tűzoltó. Ez az 1-es. Ez az 1 raj, és ez már 1-esnek felel meg. Aztán így, ha megyünk tovább, hogy másfél raj, 2 raj, 2,5-3 raj, így megyünk fölfele, így eljutunk az 5-ös riasztásig, ami tulajdonképpen sokféleképpen összetevődhet, tehát egész rajok is jöhetnek, mert Karcagnak, Tiszafürednek, Püspökladánynak itt a környékben, vagy éppen Szeghalomnak teljes raj ül a tűzoltóautón. Az önkormányzati tűzoltóparancsnokságon, mint Kisújszás, Kunhegyes, Abátszalók a területünkön ott fél raj ül a tűzoltóautón, ami 4 főt jelent. Aztán vannak ugye a különleges szereink, a vízszállító, a gyors beavatkozó, vagy másképpen érthetőbb nevén a műszaki mentő szerünk. Azon 1 fő vagy 2 fő ül, mert ott alapvetően a technikát viszi, és úgy is vonul vele az első szer, az a bizonyos egész raj, akik majd ezt a technikát ott fogják használni. A vízszállító volt 5-ös fokozatú riasztásuk? 5-ös fokozatú nem volt szerencsére. 4-es fokozatú volt, meg 3-as fokozatú, de ez pont ezek a szabadtéri tüzek, amiket említettem, ahova vagy sok víz kell, és azért kell sok autó, vagy sok kézi erő. Ezek a szabadtéri tüzek általában ugye általunk lécsapónak nevezett szikracsapóval szoktuk el csapkodni, nem feltétlen mindent vízzel oltunk ilyen területen, mert sokkal egyszerűbb a mondjuk olyan a jellege. Aztán hát volt egy nagyobb lakóépület tűz, hát oda kellett a 4-es riasztás, a vízigény, emberigény, és egyszerre minél több helyen, tehát tudjuk úgynevezett körülhatárolni a tüzet, hogy ne tudjon tovább terjedni, és minél hamarabb tudjuk annyira lokalizálni a tüzet, hogy további tűzkár már ne keletkezzen, hisz már ha egy épület teljes terjedelmében ég, az már úgy önmagában is elég nagy kárt jelent. Balesetek tekintetében milyen évet tudhatunk magunk mögött? Nem volt különleges időjárás a tekintetben, hogy nem voltak hóhelyzetek, hófúvások, és talán az útrakelők megértették azt, hogy a 2 centis hó is veszélyes tud lenni, hisz ha rátapossuk az útra, azt még nem nagyon lehet le hóek kézni azt a 2 centiméternyi kis havacskát. Tehát ha ezt rátapossuk az úttestre, mielőtt felszórnák ilyen érdesítő anyaggal, az is síkossá válhat, és akkor beszámíthatatlan, vagy kiszámíthatatlan, hogy hová csúszik az autó, és még ha az árokba csúszik, már az is önmagában életveszélyes lehet, de ha átcsúszik a másik sávba, egy szembe jövő jármű elé, az még inkább. Talán a 4-es főúton is csökkent a száguldozóknak a száma, vagy akkor száguld, amikor lehet. Bár ez a nagyon sok trafipax, ami felszerelésre került, biztos megteszi a hatását, hogy
hogy csökkentett sebességgel közlekednek az emberek, és talán jobban odafigyelnek. Elég sok fajta felhívást teszünk mi katasztrófavédelem részéről is közzé, de nyilván a közlekedésbiztonságért felelős rendőrség is megteszi a maga felhívásait. Aztán talán még a közútkezelő is felhívással él nagyon sokszor, sajtóba különböző szintű, ugye ma már összeérnek a televíziók is tulajdonképpen, hisz egy vidéki televízió adása is föl tud jutni az országos tévébe, az országos tévét meg mindenki látja, láthatja, de a helyi tévéket is nagyon sokan nézik, és hát mi is ezért igyekszünk mindenfajta figyelemfelhívással, amikor olyan aktualitás van, élni, hogy vegye észre az ember, hogy most figyelni kell, most erre kell figyelni. Nem, mint hogyha egy átlag ember nem figyelne oda, de annyi szaladgálni valója van mindenkinek, annyi hétköznapi gondja van, hogy esetleg mégsem oda. De ha valaki szól, hogy ember, figyelj erre, most ez okozhat veszélyt, akkor talán szöget üt a fejükbe, és talán ott motoszkál az a bizonyos figyelemfelkeltő szikrácska, hogy tényleg odafigyelnek az emberek. Nagyon sok, ugye általában halálos baleset történik a négyesen, ha egy nagyobb baleset van. Ugye a tűzoltók, katasztrófavédők azok, akik a legközvetlenebb kapcsolatba kerülnek egy balesettel. Hogyan tudják ezt feldolgozni? Van esetleg számukra valami tréning, vagy foglalkoztatnak esetleg pszichológust? Tehát hogyan tudják ezt feldolgozni a munkatársak? Nehezen. Tehát volt, aki már ilyen miatt leszerelt? Nem. Volt, aki leszerelt, de alapvetően ő a kötöttséget nem bírta, ezt a zártabb, bár mennyire zárt egy tűzoltó laktanyát, tudja mindenki, hogy eléggé nyitottak vagyunk, hisz a közösségi szolgálatra, a diákok oda járnak hozzánk, ismerkednek a tűzoltósággal, a katasztrófavédelemmel, tehát nem vagyunk olyan zártak, de mégsem bírta a zártságot. Mondjuk ő amiatt leszerelt, de ilyen pszichés okok miatt még nem történt nálunk ilyen. Hát valamikor volt ez a Szajoli tragédia, ott akik részt vettek azért, azokat erősen megviselte, éveken keresztül úgy visszajött bennük ez a különösen az évforduló megemlítése kapcsán visszajött az akkori trauma, ami érte őket, vagy amikor nagyobb baleset történik, halálos baleset elsősorban, vagy csúnya baleset, amikor olyan annyira szétszakadnak a járművek, úgy oly mértékben sérülnek a balesetben résztvevők, hogy nagyon megviseli őket. Hát rendszeres orvosi vizsgálaton veszünk részt, és pszichológus is rendelkezésre áll. Szükség esetén külön foglalkozik az emberekkel, ha nincs szükség, akkor ilyen tesztes formába vizsgálják az embereknek a fittségét, pszichéjét, de megyén belül is van, nem pszichológusi státuszba foglalkoztatva, de mégiscsak pszichológus kollega, aki alkalmasint tud az emberekkel foglalkozni. Egy ilyen munkacsoport is rendelkezésre áll egyébként, hogy különböző féle fajta foglalkozású, de pszichológusokból álló csapat, hogyha valóban szükséges, akkor oda vezénylik őket, akár a tűzoltókkal, akár az állampolgárokkal való foglalkozás céljából. Az év egyik legveszélyeztetettebb időszaka a tűzesetek szempontjából az adventi karácsonyi időszak. Ugye önök is minden évben felhívást intéznek a lakosság felé ezzel az időszakkal kapcsolatban. Most hogyan telt ez az időszak itt a karcagi kirendeltség illetékességi területén? Voltak-e karácsonyfa tüzek, adventi koszorú tüzek, vagy hogyan látja azért a lakosság, megfogadja a jó tanácsokat? Én azt gondolom, hogy régen is megfogadták, akkor is, amikor még az adventről annyira úgy nem is beszéltünk. Aztán amióta újból, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy szépen fogalmazzam meg, hogy mert nem divatba jött, de újból foglalkoztatja az embereket a karácsonyra való felkészülés, az adventi időszak, és ez különböző féle formaképpen megnyilvánul, karácsonyi vásár, karácsonyi utcák, adventi akciók, hétvégi adventi
vasárnapi ünnepek itt a városban is, ami zajlik különböző színtereken, egyik református templom, másik katolikus templom, vagy éppen a városházán, sok-sok résztvevővel. Én azt gondolom, hogy ez a felkészülés ilyen tekintetben is megnyilvánulhat, hogy jobban odafigyelünk magunkra, odafigyelünk arra, amire oda kell figyelni, és ez az adventi koszorú tényleg olyan dolog, hogy egy nagyon szép valami a vasárnapi asztalon, de hogyha véletlenül úgy felejtjük, és ha csak bekormozza a lakásunkat, már az is tragédia, de hogyha valami elpusztul, elég, az még nagyobb tragédia. Oda figyelnek az emberek, nem volt ilyen tűzesetünk. A karácsonyi, megint egy karácsonyfa, most igyekeztünk, iskolások előtt bemutattunk egy karácsonyfa tüzet, hogy tud égni egy fenyőfa, és ez még viszonylag friss fenyőfa volt, viszont hogyha ez elkezd száradni, még intenzívebb. És én azt gondolom, hogyha ez beépül a gyerekek tudatába, hogy nem kell szíreszóra, csillagszórót gyújtani, mert az is veszélyes lehet, hogy olyan közel van a száraz fenyőlevélhez, a fenyőákhoz, vagy amikor megmarad, és vízkeresztkor lebontjuk a karácsonyfát, és akkor még megmaradt egy-két csillagszóra, gyújtsuk már, meg hát viszonylag száraz karácsonyfán. Igen, és hát ugye, hogy mennyire száraz ez a fa, az is talán ilyen felvételt is csinálunk, majd lehet jövőre, hogy szemléltetésképpen, hogy az, amikor az emeletről ledobják a fenyőfát, hogy ne potyogtassák végig a teljes lépcsőházat, és amikor landol a fenyőfa a talajon, akkor az összes tűlevél oda lepottyan alá, tehát még rajta volt, a szobában még úgy mutatja, mintha élne, de hát már egy hónapja elpusztult fáról beszélünk, és azóta folyamatosan szárad a szoba melegébe. Tehát nem volt karácsonyfa tűz? Nem volt, és ez egy jó dolog, és mindenképpen azt mutatja, hogy odafigyelnek a felnőttek is, de én bízom benne, hogy a gyerekek is odafigyelnek, hiszen őket is igyekszünk mindig megszólítani valahol. A tél másik nagy veszélye a szénmonoxid mérgezés. Történt-e ilyen eset Karcagon, vagy akár itt a környéken? Hát azt mondanám, hogy szinte elkerülhetetlen a szénmonoxid mérgezés. Persze mindent megteszünk azért, hogy elkerülhetővé váljon, és erre kérjük a lakosságot is, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ez az alattomos gáz ne jelenhessen meg, mert nem tudjuk, hogy ott van. Mit tehetünk? Rendbe tartjuk a kéményeinket, tüzelőfűtő berendezéseinket, fogadjuk a kéményseprő bejelentkezését, hogy ellenőrizze a füstelvezetőket, és ha problémát talál, azokat gyorsan kijavítatjuk. Azon túl pedig a szénmonoxid ellen úgy is lehet küzdeni, hogy szénmonoxid érzékelőket vásárolnak és szerelnek be a lakásokba. Itt mindenképpen fölhívnám a figyelmet, hogy a fogyasztóvédelem honlapján fönn vannak azok az érzékelők, amik nem megfelelőek a tekintetben, hogy nem megbízható a jelzésük. Sokszor akkor is jelez, ha nincs semmi, és egy idő után mit tesz az ember, bevágja a sarokba, hogy hát egyfolytában visít, akkor mindegy, ha soha nem visít. Tehát a megfelelő szénmonoxid érzékelőt kell vásárolni, felszerelni, és ha az jelez, akkor tényleg a lakásból menekülni, és nem próbálkozni, mert nem tudjuk, hol van jelen. A levegőtől könnyebb, vagy összemérhető sűrűségű, és hogy mozgunk a lakásba, ez keveredhet, tehát ugyanúgy meg lehet lent, mint ahogy meg van fent. Hát volt egy családnál szénmonoxid bejelzés, pontosabban a kisgyermek rosszul lett, és az apuka vezényletével mind a két gyereket azonnal kivitték a lakásból, és így különösebb baj nélkül záródott ez az esemény, de tényleg a lélek jelenlét, hogyha úgy érezzük, hogy valami probléma van, akkor ki kell menekülni a lakásból, és addig nem visszamenni, amíg be nem mérik azok, akik mérőműszerrel rendelkeznek. Hát nekünk is van ilyen érzékelőnk, ki tudunk menni, meg tudjuk nézni. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenfajta képzelgése legyen a állampolgároknak, de azért mégiscsak, hogyha szédül, émelyeg, feje fáj, és nem találja az okát,
és még influenza járvány sincs, ami mondjuk hasonló tüneteket okozna, akkor azért gyanakodni kell arra. Szellőztetéssel lehet segíteni a dolgon, de ha a forrást nem szüntetjük meg, akkor újra termelődhet a szénmonoxid. Erre mindenképpen figyelni kell mindenkinek. Ebben legalkalmasabb segédeszköz egy megbízható érzékelő. Hogyan indult az idei évük? Az idei év végeségesen indult, egy kellemes telünk van, ennek kiabáljam persze, mert még nincs vége a télnek, de különösebb hóhelyzet nem volt. Hát elmúlt hétvégén volt azért egy kicsit keményebb fagy, de nem okozott ez sem olyan gondot. Országutakon nem volt olyan lefagyás, tehát extra közlekedési balesetek nem történtek. Hát az átlag szerint az meg mindig megtörténik, ha jó az idő, ha rossz az idő. Értékeljük még a 2015-ös évet, és hát felkészülünk az évi feladatokra, olyan rendkívül extra dolgokra nem készülünk. Volt egy kis belvíz már az esőzések következtében, a felfagyott talajon ez nem tudott elfolyni, aztán amikor kiolvadt a talajnak a fagya, akkor ez is elnyelődött, meg is lettek szüntetve, ahol voltak belvíz védelmi riasztások. Egy kicsike hó van még, február az már langyosabbnak tűnik. Itt a nyár. Hát igen, aztán hogy majd a nyár milyen lesz, hogy lesz-e aszályos nyaronk, és ebből következően sok-sok szabadtéri tűzeset, hát reméljük, hogy nem, és a másik, hogy nagyon sok ilyen szabályozva van az égetés a belterületen, az önkormányzat által. És ahogy az önkormányzat szabályozta, annak megfelelően belterületen lehet égetéseket végezni, de csak a megengedett formaképpen. A külterületeken viszont továbbra sincs mezőgazdasági hulladékégetés, kivéve ottól a környezetvédelem vagy a talajegészségügy megkívánja, hogy égetni kell, és ezeken a helyeken irányított égetések lehetségesek, amire mi adjuk meg az instrukciókat írásba, hogy hogyan kell végrehajtani. Persze ez nem engedély arra, hogy égetés legyen, pusztán csak ha van engedély az égetésre, azt így kell végrehajtani. Sokan ezt félreértelmezik, hogy mi engedélyezzük, nem mi engedélyezzük. A környezetvédelmi jogszabály tiltja az égetést továbbra is, viszont van, ahol szükségképpen mégis végre kell hajtani, és hát vagy engedélyezi, vagy éppen kötelezi a talaj védelme szempontjából az égetést, és akkor arra mi adjuk ki a engedélyeket, hogy hogyan, de mi a hogyanra, és nem a igen vagy nemre adunk választ. Ezres úr azt mondta, hogy a 2015-ös évük az értékelésük szerint egy viszonylag átlagos, nyugodt év volt. Mi azt kívánjuk önöknek, hogy az idei még átlagosabb, még nyugodtabb legyen. Kevés munkát kívánunk, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb eseményeiből összeállított karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket a Déri Kulturális Központban, a Magyar Kultúrnapi Ünnepségnek most lett vége, és azt gondolom picit nehéz megszólalni, hiszen nagyon szép műsort adtak az óvodások. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, gondolom önnek is nagyon tetszett a műsor. Én boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen a mai rendezvényen, ezen a mai ünnepi eseményen. Köszönet mindenképpen Csíkos Sándor művész úrnak és a Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőkarának, a gyerekeknek, akik felléptek, akik megálmodták, akik megtervezték ezt a produkciót. Boldog lehet mindenki, aki részese lehet, és szomorú, aki nem tudott valamilyen oknál fogva eljönni erre az eseményre. Szép volt, megható és méltó volt a mai ünnepséghez. És hát tulajdonképpen két részre bonthatjuk, hiszen a művész úr egy picit a karcaghoz való kötődését idézte föl költők segítségével, az óvodások pedig a régi szokásokat elevenítették meg itt előttünk, tehát azt hiszem, hogy hagyományőrzésben is és kultúra átmentésben is volt ma részünk.
Ez pontosan így van. Tulajdonképpen minden fellépő azt hiszem, hogy azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyrészt a kultúrával foglalkozzunk, ne csak ezen a napon, hanem a év minden napján, hiszen az óvodásoknak a műsora valóban 4 évszakot ölelt föl, és ezen keresztül közelítették meg ezt a fogalmat, és adták át nekünk kézzelfogható valóságban, és művész úr valóban a karcagi kultúrát és kötődését kapcsolta úgy össze, amiből ugyancsak tanulhattunk. Én remélem, hogy sok hasonló szép esten lesz még részünk ebben az évben, hiszen még az év elején vagyunk, és reméljük, hogy aki megnézi, hiszen a televízión keresztül is meg tudják nagyon sokan nézni, azok is ugyanígy fognak felállni a képernyelő, hogy igen, tényleg egy nagyon szép élményen gazdagodtak a mai napon, és ez méltó volt a Magyar Kultúra Napjához. Valóban az első nagy rendezvényünk a Magyar Kultúra Napja minden évben, és hogyha ilyen a kezdet, akkor remélem, hogy ilyen is lesz a folytatás, és egész évben hasonló színvonalú rendezvényeken vehetünk részt. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, hiszen hamarosan kezdődik a karcagi járási hivatalnak az éves értékelése. Hodós Julián a hivatalvezetővel beszélgetünk. Itt még üres a terem, hiszen a kezdés előtt beszélgettünk, de hogyan értékeli a 2015-ös évet a járás szempontjából? Köszönöm a lehetőséget, hogy ez évben is egy kicsit bemutathatjuk, hogy mit alkotott a járás. A járásban 95-en dolgozunk, és ez az apparátus igen-igen keményen tette a dolgát az előző évben is, mint 2013 óta folyamatosan erről tudtunk beszámolni, és ennek a munkának az összegzése lesz a délután folyamán, amely körülbelül egy 3 órát vesz igénybe, és én ezt fontosnak tartottam, hogy a kollégák az osztályvezetőktől hallják, hogy mi mindent tettünk, mire lehetünk büszkék, mit értünk el, és ennek az összegzése talán egy kicsikét erőt is ad a ránk váró feladatoknál, hisz 2015 is egy nagyon nehéz év volt. 15, én úgy fogalmaztam, hogy a költözések és az átadások éve 2015 a karcagjárás esetében, hisz nagy-nagy örömünkre több irodaépületet, kormányablakot tudtunk átadni, birtokba venni, és ezt úgy gondolom, hogy az ügyfelek is pozitívan tudják értékelni, hogy egy nagyon kulturált 21. századi ügyfélfogadó térben tudjuk őket fogadni és az ügyeiket intézni. Itt mondta, hogy a költözés éve volt, de azért az ügyek intézésének az éve is volt, hiszen azért több alkalommal beszéltünk, ahol elhangzott, hogy már több mint 600 ügyet lehet itt elindítani a kormányablakban, és önök is sok-sok olyan dolgot kaptak meg, amelyek korábban hatósági feladatok voltak. Igen, tehát rengeteg feladatot kaptunk is, így, tehát a kormányablakban maga a járás életében közel 2500 ügyet tudunk intézni, de ebből csak ugye a 600 néhány darabot, amely a kormányablakban indítható ügy, vagy konkrétan el lehet intézni. Egy érdekes számot szeretnék megemlíteni, hogy ugye most van a hatósági statisztika készítésének a utolsó dömpingje, és a kollégák már összesítették, hogy mennyi határozatot hoztunk. Tehát az elsőfokú határozatoknak a száma 44 ezer határozatot hoztunk, ez 18%-kal több, mint amit tavaly. Tehát ez is jelzi, hogy a létszámunk nem változott, de a munka intenzitása az tisztességgel emelkedett. És hát azt gondolom, hogy a napi ügyek száma is, hiszen legutóbb azt említette, amikor a kormányablakról beszéltünk, hogy átlagban 50-60 ügyet intéznek abban is az ügyintézők egy nap alatt. Igen, tehát nagyon nagy érdeklődésre tartanak, vagy tapasztalunk a kormányablak esetében. A 50-60 ügy, ez naponta, tehát egy főre ez érvényes, és hát én ennek végül is örülök, hogy megfelelőképpen tudjuk szolgálni a járás lakosságát.
Legutóbb kormány megbízott asszony is elismeréssel szólt a karcagi járásról. Gondolom, hogy amikor jár ilyen járási megbeszélésekre, azért ön is örömmel fogadja, amikor elismerik az itt folyó munkát. Természetesen, és ezeknek az elismer, vagy ennek egy példája az, hogyha kollégáink munkájáért különböző díjazásokat kapnak, mint előző évben, 14-ben Borsos Főorvos asszony kapott kitüntetést, 15-ben Domokos Gyula osztályvezető, és reméljük, hogy 2016 sem hagy bennünket olyan helyzetben, hogy nem lesz kollega, akinek a munkáját méltóan elismernék. Reméljük, hogy így lesz, és azt gondolom, hogy a mai nap még a 2016-os év indításáról is szólni fog, hiszen gondolom meghatározza azokat a fővonalakat, ami mellett haladniuk kell az ügyintézőknek és az osztályvezetőknek. Igen, ezt már Lázár miniszter úr is, végülis a kormány döntéseiből hallhattuk, meg olvashatjuk a jogszabályi változásokban. Tehát további integráció várható, a további jogszabályok jelennek meg, az mind a bürokrácia csökkentése érdekében, és további feladatokat, tehát jogkörök kerülnek a járási hivatalok járási tevékenységébe, amelyek egyrészt a megyétől, tehát főosztályoktól kerül át, tehát mind ez azt a célt szolgálva, hogy a járás lakossága minél gyorsabban, minél lakóhelyéhez, minél közelebb tudja intézni az ügyét. Azt mondom, hogy ez a mi érdekünk, önöknek ehhez kitartást kívánunk, hiszen az előbb elhangzottakból is kiderült, hogy rengeteg határozatot és ügyet intéznek. Jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel az ügyintézések során. Köszöntöm Önöket, András István, a Nagykonvíz és Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Először is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, megbízásához, hiszen a decemberi testületülésen újból Önt nevezte ki a testület a cég vezetésével. Köszönöm szépen a gratulációt, tiszteltel üdvözlöm én is a kedves nézőket. A megbízásom most 2016. január 1-től 2018. december 31-ig szól. Hát remélem, hogy továbbra is meg lesznek elégedve velem mind a tulajdonosi részről, mind a kedves vendégek. Köszönöm. Itt az előbb én is elakadtam, hogy hirtelen most melyik cégként mutassam is be, és mondta, hogy mások is elbizonytalannak. Picit beszéljünk akkor arról, hogy, és tegyük ezt egy picit bővebben mondjuk el, hogy akkor a Kft.-hez mi minden tartozik, hiszen nem a fürdő csak az önök feladata, hanem sokkal szélesebb, mi minden tartozik ide. Hát a Nagykonvíz és Csatornamű Kft. Ez régen tartozott az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás, amely 2012. december 31-jel ez a két szolgáltatás kikerült a hatáskörünkből, tevékenységi körünkből, ami továbbra maradt a Nagykonvíz és Csatornamű Kft. Tevékenységi körében, ez a fürdőszolgáltatás, a kereskedelmi szálláshely, egyéb vízi közművek, bérlemények, gyógyászati ágazat. Az Akácsziget fürdőről beszélünk akkor egy picit, itt vagyunk bent a szauna előtti teremben, ahol itt mögöttünk azért megy a jacuzzi, tehát a wellness szolgáltatások most is üzemelnek, de egy picit beszélünk a 2015-ös évről, hiszen azért szélsőségek itt is voltak, hiszen mi is voltunk kint, amikor a rendezvényt mosott el az eső, azért meg kellett küzdenünk önöknek is az időjárással, hogyan értékeli az évet. Igen, alapjában véve én összességében jónak ítélem meg az évet, ha csak a látogatottsági számokat nézzük, tehát több mint 6000 fővel nagyobb látogatottságot értünk el a 2014 éves viszonylathoz. Hát az, hogy ilyen vegyes évünk volt, hogy tehát az időjárás is azért többségében jó idő volt, de tényleg, ahogy ön is mondta, volt, amit az eső elmosott, de én sikeresnek tartom a felmúlt évet. Itt azért igyekeztek olyan újdonságokat is bevezetni, ami mondjuk esetleg a környék fürdőiben nincs, tehát itt azért nagy a versenyhelyzet, legalábbis mi kívülállóként úgy látjuk. Igen, hát mindenki másképp csalogatja be a vendégeit, tehát azért mi is próbáltunk olyan rendezvényeket szervezni, és olyan szolgáltatás bővítéseket tenni, amellyel a vendégeinket nagyobb arányba ide tudjuk vonzani. Itt ha például a rendezvényeinkről beszélek, tehát az, ami most már kezd hagyományá válni a újfürdő megépítése után, tehát gondolok itt a tavaszi nyitó rendezvényünkre, például a harmadik nyugdíjas művészeti találkozóra, nyáron most már akkor lesz majd a második
a Kácsliget nap, amely majd különféle programok lesznek, és mondjuk akkor említem még az áró programot, ami ősszel, az pedig a 15. motoros találkozó lesz majd ebben az évben. Hát menet közben lesznek más rendezvények is, amit majd különféle híradásokban majd megtudhatnak a kedves vendégek. Ami még úgy népszerű nálunk, mert a téli hónapokban, ezt így mondom, hogy szeptembertől április 30-ig minden héten, pénteken éjszakai fürdőzéseket rendeznek, amelynek elég nagy a látogatottsága. De azt hiszem, hogy ez azért is jó, mert máshol itt nincs ilyen. Viszont én olvastam, hogy már a közösségi oldalukon kérdezték, hogy lesz-e filmvetítés, tehát mind olyan dolog, ami máshol nincs, tehát ezzel is próbálnak több vendéget behozni. Igen, hát a filmvetítéssel kapcsolatosan csak annyit tudok mondani, hogy az nagyon időjárás függvénye. Egy hűvösebb idő esetén, tehát azért van egy olyan adottságunk, hogy a gyógyvíznek a párolgása eléggé ködösít, tehát azaz megfelelő időpontot kell kiválasztanunk. Hát ezt majd nézzük előre az időjárás jelentés, és azt szerint fogjuk majd megvalósítani ott még a tavaszig. Mennyire osztik meg a vendégek száma most a két, a kint és a benti fürdés között? Hát ez elég változó. Már csak azért is, mert vannak több turnusokban jönnek a vendégek itt napközben, tehát gondolok itt a reggeli úszókra, az esti úszókra, reggel munka előtt, munka után azért elég sokan meglátogatják a fürdőnket, nem csak úszás szempontjából, hanem a gyógy 1-2 merence gyógyvizének igénybevétele céljából. Napközben kevesebb ez a vendég létszám, de napközben most már az iskoláknál újra beindulnak az úszás oktatások, és akkor az tölti ki a létszámot. Itt beszélünk egy picit a 2016-os évről, hiszen az árak már érvénybe léptek, még valameddig ebben a hónapban érvényesek a tavalyi bérletek, de emeltek-e például árat? Igen, kismértékben van áremelésünk, de ettől függetlenül, mint ahogy még ön is mondta, január 31-ig az előző évi úszodai is, illetve állandó éves bérletek még érvényesek. Tehát január 31-e után már az új bérleteket kell majd megváltani. A karcagi lakosoknak van-e valamilyen kedvezménye? Igen, hát itt az ártáblázatban is lehet látni, hogy vannak vidéki vendégeinknek egy ár megállapítva, illetve a karcagi vendégeinknek is. Amit itt el szeretnénk mondani, az, hogy például említettem itt a beszélgetésünk elején, hogy a tavalyi évben több mint 6000 fővel nagyobb volt a látogatottság létszámunk. Néztem így az adatokat, egyre több vidéki is felfedezi most már ennek a fürdőnek a szépségét, tisztaságát. Lesznek-e már, tervezik-e már az idei nyári programokat? Itt elmondta a három nagy rendezvényt, de lesz-e olyan, amit esetleg önöktől kértek, hogy mondjuk üzemeljenek be új pályát, hiszen minden évben látjuk azért, hogy tavaly voltunk itt strandfoci bajnokságon is, tehát lesznek-e ilyen újdonságok? Igen, lesznek, erről még most nem szeretnék nyilatkozni, mert tervezési stádium alatt van, tehát ezt majd mondom, hogy később majd ezt mondom a híradásokban, majd mindenki meg tudja nézni. Akkor ezt majd érdeklődéssel fogjuk várni. Beszéljünk egy picit a gyógyászatról, bár most itt a wellness részben vagyunk, ami azért ilyenkor is üzemel, de a gyógyászat mennyire váltotta be hozzáfűzött reményeket, hiszen egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy elindult, és igyekeznek felfejleszteni. Igen, én sikeresnek találom, és elég magas a kihasználtsági foka a gyógyászati ágazatnak, sőt, ezt el tudom mondani, a szakrendelésünknek nincs várólistája, tehát még van szabad kapacitás. A további fejlesztésekről, amit az elmúlt évben beszéltem, ezek még folyamatában vannak, és ezek elég sok pénzügyi dolgokkal járnak, illetve tervezéssel, tehát erről még most pontos időpontot előre nem tudom megmondani, és ahhoz kell majd egy kivitelezés, tehát egy épületbővítés, és abban a különféle célszolgáló helyiségek kialakítása, és utána az engedélyek megszerzése következik még, tehát ez majd még a későbbiekben történik meg. Akkor beszéljünk a jelenről, tehát aki ma szeretne gyógyászati kezelést igénybe venni, hogyan történik ez, hogyan kell jönni, hol kell jelentkezni, tehát egy picit mondjuk el ezeket az alapinformációkat azoknak, akik ezt még nem tudják. Hát ez az egész dolog úgy működik, hogy bárkinek valamilyen akár mozgásszervi betegség vagy műtét utáni kezelés kell, tehát ezt a házi orvossal kell kiíratni. A Kátai Gábor Kórháznak a kihelyezett szakrendelésén dr. Szekrényesi Molnár Klára rendel szerdán és pénteken. Szerdán 8 órától 16 óráig, pénteken pedig 7 órától 16 óráig.
Ez lehet személyesen és telefonon való bejelentkezés alapján, és amit mondtam itt a kérdés előtt, hogy nincs még egy ilyen várakozási lista, tehát tulajdonképpen azonnal tudjuk fogadni a vendégeinket. És milyen kezelések vehetők igénybe jelenleg? Hát különféle balneológiai kezelések, tehát gondolok itt a tangentor kezelés, szénsavas kezelés, gyógymasszázs, súlyfürdő, vízigyógytorna. Tehát ezeket választhatják, és akkor gondolom, hogy azért vannak olyanok, amit a doktornő elmond, amikor ide jön valaki, hogy vannak kizáró esetek, amikor nem lehet ezeket igénybe venni, de ez gondolom minimális. Hát esetleg betegségfüggő. Így van, tehát itt azért egy alapos kivizsgálás történik, amennyiben itt nem tudja a doktornő megállapítani, akkor különféle laborvizsgálatok vagy egyéb vizsgálatokat elvégeztet, és csak azután lehet igénybe venni ezeket a kezeléseket, mert később valami probléma legyen. Mondjuk, hogyha valaki itt nyaral nagymamánál valakinél, tehát rokonoknál, és szeretne bejönni, és csak egy frissítő masszázs szeretne kérni, van-e erre lehetőség? Igen, van rá lehetőség frissítő masszázsra is, meg külön, tehát nem muszáj a egész csomagban benne lenni, hanem külön kezeléseket lehet kérni, szóval természetesen szintén a doktornő javaslata alapján. Akkor azt gondolom, hogy az is jó hír, hiszen aki csak mondjuk egy frissítő masszázs szeretne, akkor az is megteheti. Igen. Itt vagyunk most, itt mellettünk azért lehet hallani, hogy csobog a víz. Itt milyen szolgáltatások vannak ebben a szauna részben? Hát ez a wellness részlegünk tulajdonképpen, itt fin infraszauna található, illetve szolárium, amelyhez tartozik akkor maga a jacuzzikát, amelynek a csobogását lehet is hallják is a nézők, illetve kint a ajtón kívül, hogy nem tudom, hogy látszik-e a háttérbe, kint van egy merülőmedence. És mennyire szerették meg, hiszen azért lehet látni, különböző szeánszokat is tartanak, tehát mennyire szerették meg a karcagiak? Így van, tehát ezt úgy mondom, hogy a szaunázáson kívül lehet külön ceremónia szaunázást is igényelni. Én nagyon úgy látom, hogy egyre jobban kedvelik meg fel az emberek, és egyre több igény van rá. De akkor reméljük, hogy sokan el fognak jönni. Esetleg még arról tudunk-e, vagy még ez is nagyon az év alján, hogy lesznek-e valami hasonló versenyek a tavalyi évhez a szodában, vagy ez még nagyon az év elejéhez? Nem, már tudom közölni, hogy január 30-án lesz a Diákolimpia itt a Uszoda részünkben. Akkor a következő program, akkor február is átérek, tehát lesz majd egy Valentin nap, amely majd kedvezményt biztosítunk bizonyos mértékben a belépőjegyek, illetve a szolgáltatásaink árából. Ezt majd plakátokon, meg természetesen a különféle híradásokból majd meglátják a kedves vendégek. Akkor én azt gondolom, hogy érdemes a karcagi fürdőbe jönni, hiszen gyógyulni is lehet, és meg csak kikapcsolni, annak is van rá lehetősége. Én akkor azt kívánom, hogy ha tavaly 6000-el, akkor időn még a 6000-nél is többel legyen a vendégek száma önöknek. Jó, köszönöm szépen! Köszöntöm Önöket, Solt és Sanyi bácsinál vagyunk, hiszen sok-sok évtizeddel ezelőtt kezdett el fodrászkodni Karcagon, de hogyan is indult ez az elmúlt majdnem 6,5 évtized? Miért tetszett ezt a szakmát választani? Hát, hogy is mondjam, ezt a szakmát miért választottam? Mert hát... Sogorom fodrász volt. Aztán, mikor az iskolát elhagytam, 13 éves voltam, és akkor rábeszéltek, hogy legyek fodrász. Hát így kerültem aztán a sógoromhoz, ott szabadultam fel is, ott vizsgáztam. Így aztán ment. És akkor mikor tetszett megnyitni a műhelyt? A 54-ben. Akkor nyitottam meg, hát azokról szállottam. Küzdködök. De hát ez már akkor, ha kiszámoljuk, akkor több mint 60 év. Mi vonzotta? Tehát miért nem váltott szakmát? Miért maradt meg ebben a szakmában? Hát mindig autót erről, hogy én nem fogok megmaradni. Mert hát voltam én közben más munkás, és hát voltam traktoros gépállmáson, voltam a ballomban.
voltam továbbszolgáló katona. Mi voltam? Öntözővállalatnál is voltam. Úgyhogy még vissza nem vettem ezt a szakmát, addig csak dolgoztam, én hol itt orosztottam. És egyébként már azért 94 éves, tehát 95-ben még mindig dolgozik. Ez nagyon fontos az ön számára, hogy emberek vegyék körül ma is még? Hát a pénz miatt is, meg hát, hogy a társaságban jobban eltérik ott az idő is. Aztán... Én úgy hallottam, hogy vannak olyanok, akik csak beszélgetni mennek be Sanyi bácsihoz. Van. Igen, vannak olyanok, hogy eltérjük az idő, hogy ott a beszélgetése. Unerről, hurarról, hát mikor kiről beszél az ember. De hát azért gondolom, hogy sok osztálytársa önnel egykorú ember azért már nem él, tehát inkább fiatalabbak veszik önt körül már ott is. Nem mondhatom. Hát fiatalok is, de sok az idősebb, mert valahogy jobban szeretik. Jól el tudnak vele beszélgetni a régi dolgokról, minden aztán. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor egy kicsit nosztalgiáznak, felidézik, hogy mi volt régen, és akkor ilyenkor aztán mindenkinek van emléke? Igen, beszélgetünk a múltról, jövőről is, amikor mi alakul ki. Akkor én is a jövőről kérdezem. Azért még akkor van pár év a 100 évig, de akkor úgy tervezi, ugye, hogy azért azt még megéri, és még fodrászkodni fog. Gyarul is, mert már is fáj a lábam. Na, de hát nem. Én azt kívánom azért, hogy még sok-sok vendége legyen, és jó egészséget kívánok önnek, és akkor találkozunk a 100., meg mondjuk előtte még a 90., utána meg a 100. Köszönöm szépen. Hát sose lehet tudni. Karcag Ipartestület elnökével Kurusz Istvánnal beszélgetünk, aki vállalta, hogy most a mi kedvünkért, de aztán úgy tudom, hogy nem csak a mi kedvünkért ült ide Sanyi bácsi székébe. Mióta volt nála először? Hát ez éppen nem most volt. Eltelt egy pár év. Mikor én elkezdtem az akkori tanácsházán dolgozni, ez 69 nyara, és akkor, mikor átvettem tehát a építési, közlekedési és vízügyi osztályon dolgoztam, mert akkor még így hívták a mostani műszaki osztályt. Akkor Kovács József volt, aki az útőrökkel, egyebekkel foglalkozott, és mutatta be így a külterületet, és mikor voltunk a Bócsai út környékén, akkor megálltunk Sanyi bácsinál, és ők akkor már régóta ismerték egymást, onnan volt az ismerettség, tehát ez azért nem éppen most volt, mert ez 69. Ilyen július-augusztusi időszak volt, tehát utána azóta ismerjük egymást, ipartestületi tagunk, jelen pillanatban a legidősebb ipartestületi tagunk, bízok benne, hogy ez nagyon sokáig így is lesz, és hát egy pár éve én is, hogy jártam itt a Kisföldek vele, kutatóintézetnél dolgoztunk, megálltam, bementem, aztán egyszer, hát akkor már hadd nyírjon meg, jó van Sanyi bácsi, akkor legyen egy nyíratkozás is, és úgy egy évbe kétszer-háromszor ugye leültem, és éppen tavaly volt egy olyan eset, mikor mondja, hogy hát ő már 93 éves, 94 lesz, mondom, Sanyi bácsi, nekem csak én csak egyet kívánok, hogyha majd én még 99 éves leszek, akkor nyírjál meg. Sanyi bácsi elgondolkozott, és azt mondja, hogy hát jó van, fiam, csak akkor már lehet, hogy otthon foglak, mert télen nem akarok már kijárni, mert csúszik az út, havas, hideg van, és de a lakáson azt mondja, hazahozom én mindig a szerszámokat télire, és akkor természetesen megnyírlak, ennek az égvilágon semmi akadálya. Úgyhogy én ezt otthon is elmeséltem, és ez az optimizmus, ez azért olyan jó érzéssel töltött el, hogy biztos vagyok benne, hogy 99 éves koromban, vagy 92 éves, 93 éves koromban majd még akkor engem a Sanyi bácsi meg fog nyírni.
Hát így legyen, most azért csak egy picit eljátszottunk a gondolattal, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy az ilyen idős mestereket is megbecsüljék. Itt az előbb már láttuk az asztalon, hogy Sanyi bácsi is több elismerést kapott már az iparotestület részéről. Hát igen, Sanyi bácsi azon iparosok közé tartozik, aki szünet nélkül mindig ipartestületi tag volt. Éppen itt mutatható az a három gyűrű, ami végeredményben ez a maximum, ami kiadható. Tehát Sanyi bácsi megkapta, ez mellett még kapott jó pár oklevet, aranykaszorúst, stb. És hát nem akarok titkokat elárulni, de úgy néz ki, hogy ez még nem, ezzel még nincs befejezve a díjazások sora, úgyhogy szerintem még fog lenni, ha hamarabb nem is, de az ipartestületnek a szakibál alkalmából ugye közösen tartjuk már ezt az ipari iskolával, tehát azon keretén belül én már tudom, hogy lesz egy meglepetés, ami akkor ugyan már lehet, hogy nem lesz teljesen meglepetés, de én úgy gondolom, hogy ez nem probléma, hogy ezt most én itten elmondtam. Annál is inkább, hogy tényleg ő még azon szakemberek közé tartozik, aki még jelen pillanatban is, de is a szerszámjait megnézzük is látszik, hogy azok nem éppen a legmodernebbek, azokkal mi, ahhoz, hogy azt tudja használni, és jól tudja használni, ahhoz bizony nagy szakmai tudásnak kell lenni, és én úgy gondolom, hogy nem csak mint fodrászok, hanem ezt mondhatjuk, én azt hiszem, hogy az iparosok minden területére, hogy valahol ott kezdődik, ahol a kétkezi munkát megtanulták, és a technika csak gyorsabbá és jobbá teszi azt, amit én eleve megtanultam, és ő is ezen idős szakemberek közé tartozik, és én is bízom benne, hogy még nagyon sokáig fogott a fiatalabb, az idősebb korosztállyal elbeszélgetni kint a műhelyével, sőt azzal is tisztában vagyok, hogy tényleg most ez a lehetőség, ez ott lett volna az igazi, azok között a jó pár évtizedes fodrászkellékek mellett, a pultnál, az asztalnál, egyebeknél, de tényleg most ezt ott nem lehetett megcsinálni, de én majd javasolni fogom, hogy egy pár év múlva még ott majd azért csináljuk egy felvételt, ahol tényleg ott fog még dolgozni a műhelyébe. Reméljük, hogy így lesz, és hát most ez a felvétel azért készül itt a lakásán, hiszen egy picit megfázott Sanyi bácsi, és nem akartuk kitenni annak, hogy abban a hideg műhelyben még esetleg még komolyabb baj legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fogunk még akkor találkozni Sanyi bácsival is, és akkor úgy legyen, ahogy önnek megígérte ezt a nyilatkozást. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és Sanyi bácsinak még nagyon sok aktív, hosszú életet kívánok, mindez jó erőbe, egészségbe. És ez így legyen. Mi is ezt kívánjuk, köszönjük szépen. Igen. Köszöntöm nézőinket Berekfürdőben, Berge Józseffel, a Berekvíz Kft. Ügyvezetőigazgatójával beszélgetünk. Először is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, hiszen január 1-től látja ezeket a feladatokat. Köszönöm szépen, gratulációt, szeretettel köszöntök mindenkit Berekfürdőről, és remélem majd Berekfürdőn is. Talán nem vagyok ismeretlen önök számára, hiszen 14 évig voltam a fürdőnek a vezetője, és most az élet úgy hozta, hogy újra visszakerültem ide a fürdő vezetésébe, a fürdő vezetőjének, illetve nem csak a fürdő tartozik természetesen ide, hisz az álláshelyeinek az üzemeltetése, a Berekvíz Kft. Feladata. Magamról talán megengedik két szót, vagy két mondatot mondanék. Három gyermeket nevelő családból származom, ugye, mert három gyereket neveltünk a feleségemmel, akik már kirepültek, és 92 óta egyébként itt lakok Berekfürdőn újra, bár itt születtem, itt jártam általános iskolába, és a Gábor Áron gimnázium angol tagozatán végeztem annak idén, majd így kerültem el a Kazincbarcikai főiskolára. Aztán volt egy 15 éves kitérő életembe, amikor különböző nagy beruházásoknak a kivitelezésén vettünk részt, és 92-ben vettem részt, és 92-ben kerültem ide vissza.
újra, és azóta is itt élek. Azért egy kitérőt tegyünk már ebbe a 15 éves dologba, hiszen az egy érdekes dolog volt, nem mindennapos beruházásokban vett részt. Néhány mondatot szóljunk erről is. Ha a Paksi atomerőmű építésére tetszik gondolni, tényleg nem mindennapi dolog volt. Akkor még ugye a szocialista rendszerben kiemelt nagy beruházásnak volt minősítve ez a beruházás. Mindenféle kormánybiztosokkal és egyéb miniszteri biztosokkal 10 000 ember dolgozott ezen a beruházáson egyébként. Csak a mi cégünk, a gyár és gépszerű vállalat ilyen 1000-1200 fővel dolgozott, a gépészeti szereléseket mi végeztük, a reaktor szerelést, a turbinák szerelését. Tehát, hogy úgy mondjam, a szívét az egész atomerőműnek. Amikor az építkezés folyamatosan az egyes blokkészlet, kettes blokkészlet 84-re befejeződtek ezeknek a blokkoknak az építése. Úgy tudom, hogy Paks után is még maradt ezen a vonalon. Igen, a családommal együtt kikerültem 1988. március 15-én a Greifswald nevű városba, az NDK-nak az északi tengerpartján van, és tőle 20 kilométerre Lubmin nevű településen volt egy hasonló atomerőmű, mint Pakson, és ennek volt a további blokkok építése, gyakorlatilag a rendszerváltásig 1990-ig, a rendszerváltás után viszont hát ez már a rendszerváltásnak ugye a dolga, hogy ugye a két ország egyesítése után gyakorlatilag az NDK területén lévő beruházásokat, erőműveket leállították, így a mi munkánk is befejeződött, és 90-ben hazatelepültünk. Akkor már, illetve akkor még elutaztam nagyon sokszor a munka végzésemre, Szászhalombattára, tehát a gyár és gépszerű vállalat Berkein belül. Majd mikor ez a jó 2 évig tartott, és csak hétvége apuka voltam, akkor lett az a döntés, fogalmazódott meg bennem, hogy ha lehet itt, akkor a helyben vagy a környéken próbálok meg munkalehetőséget keresni, találni, ami aztán 92-ben valósult meg. Akkor azért ennek a sok építkezésnek hasznát is vette, hiszen azért, amikor először volt a Mereki Strand vezetője, azért elég sok beruházás akkor indult el, emlékeztetnek többen az IKEA medence felújítására, a gyermekmedencére, tehát azt gondolom, hogy ekkor indult el a jelenlegi földőrnek az átalakítása és a mai arculat kialakítása. Természetesen, bár azért a volumenek mások, egy kisebb regionális fürdőben egy medenceépítés, mint mondjuk egy nagy beruházásnak a különböző egységeknek az építése, ellenőrzése, technológiák készítése, stb. Tehát, de nyilván azok a munkatapasztalatok, amit az ember ilyenkor szerzett, azok a akár tárgyalási metódusoknak az elsajátítása, akár a kivitelezés. A mi cégünk például nagyon sok csővezetéket szerelt, a csővezetékek vizsgálata, ahhoz kapcsolódó technológiáknak az ismerete. Tehát ezek mind olyan dolgok, amit az ember úgy megtanul, még akkor nem tudja, hogy majd mikor, hol fogja hasznosítani, de hát az élet így hozta, hogy itt akár a fürdőfejlesztésnél, akár az előző munkájában a fürdőfejlesztésnél ezeket a dolgokat az ember fel tudta használni. Hát ezt úgy hívják talán, hogy munkatapasztalat. Aztán néhány év kitérő után jött most ismét vissza Túrkevéről, beszéljünk a jelenről, hiszen amikor visszaérkezett, már elkészült a fürdő tavaly befejeződött fejlesztése. Úgy tudom, hogy folytatni szeretné ezt milyen irányban? Hát az irány az adott. A pénztárc egyenlőre üres, nyilván azért a megfelelő pályázati lehetőségek, forrásokat meg kell majd erre találni. Amit én most nagyon erős hiányként érzékelek, az a
jelenlegi fedett fürdőhöz kapcsolódó wellness szolgáltatásoknak a hiánya. Értem ez alatt, hogy kellene, hogy legyen egy szauna ház, ahol különböző szaunaszeánszok, szaunázási lehetőségek vannak biztosítva. Ide gondolom még, hogy talán egy kicsit a családbarát jelleget kellene erősíteni egy babamama szobával, ahol akár egy szoptatást, akár egy gyermekeknek a tisztába tevését meg lehet oldani, stb. Kis kaját melegítek, a bébi ételt megmelegítem, a papit. Tehát ezeket is én gondolom, hogy ki kell alakítani, meg kell oldani. Nem beszélve arról, hogy a fürdőgyógyászatnak a fejlesztését. Tehát a jelenleg meglévő gyógyászati szolgáltatásokhoz még a vizitornának a bevezetését, gondolom a szénsavkezeléseknek a bevezetését, kialakítását, illetve az úgynevezett szárasztorná teremnek a megépítését, kialakítását, és az ebben lévő nyilván szolgáltatásoknak a bevezetését, mint a galványkezelés, maga a torna, ugye, az elektroterápia fejlesztése, illetve a jelenlegi reumatológiai szakorvos mellé rehabilitációs vagy fizioterápiás szakorvosok vagy szakorvosnak a foglalkoztatását, és nyilván ehhez meg kell teremteni az OEP finanszírozásának a lehetőségét, tehát megfelelő szerződési, működési hátteret kell biztosítani, hisz tudjuk nagyon jól, hogy önmagában az egészségügy azért hát nem egy gazdaságos vállalkozás Magyarországon, tehát mindenképp egy kicsit a máshol megszerzett bevételeknek egy részét ide kell, hogy fordítsuk. De úgy gondolom, hogy ha valaki idejön kezelésre, még ha nem is gazdaságos nekünk, mint Berekvíznek, akkor adott pillanatban az az egy kezelés, de idejön kezelésre, megismeri a fürdőnket, meglátja a környezetet, megszereti ezt az egész kiépített természeti környezetet, aurát, stb. Érzi a vendégszeretetünket, akkor azzal majd ő már, mint visszatérő vendég, akár kezelésre, de inkább, mint magánember, családdal, stb. Vissza fog térni, és ez nekünk az akkor befektetett összeget itt fogja majd vissza termelni, hogy úgy mondjam. De már nagyon elkalandoztam, most térjünk vissza egy picit még az egyéb fejlesztésekre. Ugye megépült az ifjúsági medence, megépült a gyermekmedence, felújításra került az ikermedence, az uszoda. Az uszoda az még idézőjelben a kőkorszakot idézi, a víztechnológiát kellene korszerűsíteni az uszodába, illetve még azon is lehet gondolkozni, hogy esetlegesen egy kisebb uszoda, tehát az uszoda megosztásával egy kisebb úszó rész kialakítása és mondjuk egy hullámmedencének kialakítása, hát nyilván ehhez majd megfelelő képviselőtestület, illetve megfelelő tervezői döntés szükségeltetik. De úgy gondolom, hogy ha az uszoda megmarad önállóan a maga funkciójában, akkor viszont szükséges lenne egy önálló hullámmedencének a kialakítása, mert ha a térségbe megnézik, hogy hol működik ilyen típusú medence, hát elég messze kellene elutazni ahhoz, hogy ezt a fajta szolgáltatást igénybe tudjuk venni valamelyik hasonló fürdőbe. Talán Hajdúszoboszló, Cserkeszőlő, és akkor a szűk keresztmetszetet ki is húztuk. Ez megint egy olyan vonzás lenne a vendégek részére, nyilván a nyári időszakban, ami a stabilitásunkat biztosítaná, a gazdasági stabilitásunkat.
Az előbb már beszélt arról elég részletesen, hogy mik azok a fürdőfejlesztések, viszont most itt állunk egy aulában, ami egyiket még magán hagyta a régmúltat, ahogy felnézünk a fejünk fölé is. Itt is vannak azért tervek, gondolom, hogy ebbe is sok-sok 10 milliót lehetne még investálni. Nézzem, amikor van egy beruházás, amikor ön megépíti a házát, mit fog kapni? Fogja kapni a fehérre meszelt csupasz falakat, ablakokat, ajtókat, stb. És utána mit fog ön csinálni? Képeket helyezel, polcot rak, tehát belakja azt az adott házat, vagy azt az adott. Most mi megkaptuk a házat, hogy úgy mondjam, szűz falakkal, és nyilván egy csomó feladat hárul ránk, ami apróságnak tűnik, de pontosan ezt teszi majd lakályossá, kellemessé, a itt lévő vendégeknek a nyugalmát fogja biztosítani, hogyha például a felettünk még 1981-ben épült aula világító ablakot normálisan megépítjük, a mellettünk lévő büfét kényelmesebbé, normálisabbá fogjuk átalakítani. Most itt volt Horváth Gyula, egy belső építész, akinek a munkáját a Megbékélés házában már biztos sokan látták. Én úgy gondolom, hogy ha azt tekintjük alapnak, amit ő ott le tudott tenni az asztalra, akkor itt is egy év múlva egy sokkal kellemesebb, barátságosabb és nem ilyen hidegfehér falakkal fogunk találkozni. Nem 2 forintba kerülnek ezek a dolgok, de az, hogy jól érezze magát az ember, ahhoz az kell, hogy olyan környezetet építsünk ki, amire szívesen gondol, hogy jó volt a színe ennek, jó volt a falon az a térkép, vagy az a stb. Most nem akarom mélyebben taglalni, de azt hiszem tetszenek érteni, hogy miről beszélnek. Nem, majd erre majd még visszatérünk, viszont az év elejében azért a tervezés időszaka is, hiszen már emlegette többször a környező fürdőket, az Emberek Fürdő abban is igyekszik felvenni a versenyt, hogy különböző programokat, tehát több 10 000 embert ide vonzó esetlegesen programot is szervezett az elmúlt szezonban is. Tehát nagyon sokan azért jöttek ki, mert koncertek voltak és különböző programok. Gondolom, hogy már az idei is készül, lehet-e már erről valamit tudni? Engedjem, hogy előbb elmondjam erről a külön véleményemet. Én úgy gondolom, hogy a fürdőnek alapvetően a fürdő funkcióját kell erősíteni. Nyilván kellenek szórakoztató rendezvények egy fürdőbe, kellenek délután, kellenek akár este, de az, hogy heti rendszerességgel idézőjelben leamortizáljuk a fürdőt egy-egy nagy koncert elejéig, ami az én véleményem szerint nem hoz akkora bevételt, mint amekkora ráfordított költség. Most nem csak azt a költséget tessék érteni, amelybe kerül egy ilyen koncert, hanem azt, hogy utána mi marad itt. És én azt mondtam a kollégáimnak, hogy 3 nagy koncert lesz 2016-ban, ezeknek a szervezése most folyik. Gyakorlatilag már egy le van szervezve, 2 még kérdőjeles, és inkább a fürdő jellegét fognak a fürdőnek kihangsúlyozni. Ez nem zárja ki azt, hogy a település, a meghatározott főtér vagy bizonyos helyeken ne rendezzen meg bizonyos koncerteket. De visszatérve csak oda tudok visszatérni, hogy az a vendég, aki idejön 3 napra, az pihenni akar, az jól akar érezni magát, egyszer-egyszer elviseli, hogy van egy ilyen nagyobb rendezvény, de az, hogy minden hétvégén ilyen rendezvények legyenek, én ezt soknak tartom, tehát én ezen szűkíteni fogok.
Akkor azt gondolom, hogy sok-sok minden lesz, ami nem úgy volt, ahogy eddig, hiszen új vezetés van. Azt hiszem, hogy ez így ezzel is szokott járni, hogy mindenki a saját ízlése és a saját elképzelése szerint alakítja a fürdőt is. Én sok sikert kívánok akkor önnek, és akkor érdeklődéssel várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen, és én úgy gondolom, hogy ki kellene próbálni minden kedves tévénézőnek a szolgáltatásainkat, a vízgyógyító erejét, és arra kérek mindenkit, hogy legyen a vendégünk. Köszönjük szépen! Köszönöm! A karcagi rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe vett egy 19 éves kunmadarasi lakost. A fiatalember január 18-án 13 óra 30 perc körül Kunmadaras külterületén lévő erdőből kézi fűrésszel szilvafákat vágott ki. A több mint egy mázsányi feldarabolt fát a kerékpárjára rakodva akarta elvinni, amikor a mezőr megzavarta. A férfi a fákat hátrahagyva kerékpárjával eltekert a helyszínről. A kunmadarasi körzeti megbízottak gyorsan azonosították a jogsértőt, majd előállították a helyi rendőrösre. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt egy fiatalkorú abátszaluki lakos ellen. A 15 éves fiú január 18-án 8 óra körül megjelent egy abátszalóki élelmiszerüzletben, ahol a kabátjába rejtett 3 üveg szeszes italt, majd a pénztártól fizetés nélkül kívánt távozni. A bolt vezetője észlelte a lopást és a járőrök kiérkezéséig visszatartotta a jogsértőt. A rendőrök előállították a fiút az abátszalóki rendőrkapitányságra, ahol meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt egy kenderesi lakos ellen. A 20 éves férfi január 19-én 10 órakor egy kenderesi üzletben a kabátja zsebébe rejtett több konzervet és édességet, majd a pénztártól fizetés nélkül távozott. Az üzlet egyik alkalmazottja megállította és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta a helyi lakost. A rendőrök előállították a jogsértőt a karcagi kapitányságra, ahol meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt egy kisújszállási lakos ellen. Az 53 éves férfi január 21-én 6 óra 30 perc és 15 óra 30 perc közötti időben kisújszálláson a vasútállomás területén lévő kerékpártárolóból eltulajdonított egy lezáratlan biciklit. A rendőrök a beszerzett információk és a kamerafelvétel alapján azonosították a jogsértőt, akinek otthonában megtalálták és lefoglalták a lopott kerékpárt. A járőrök előállították a férfit a karcagi kapitányságra, ahol meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt két kisújszállási lakos ellen. A 16 és 17 éves fiúk január 23-án 18 órakor egy kisújszállási üzletből a kabátjuk alá rejtve fizetés nélkül akartak kivinni szeszes italokat, de a bolt biztonsági őre észlelte a lopást és visszatartotta őket a rendőrök kiérkezéséig. A járőrök előállították a jogsértőket a karcagi rendőrkapitányságra, ahol meghallgatásukat követően szabálysértési őrizetbe vették a két fiatalt. A karcagi rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe vett egy 29 éves kunmadarasi lakost. A fiatalember január 23-án 11 óra körül egy kunmadaras külterületén lévő erdőből akác és tölgyfaágakat szedett össze, melyre engedélye nem volt. A 30 kg fát a kerékpárjára rakodva akarta elvinni a helyszínről, amikor a rendőrök megállították és kérdőre vonták. A járőrök a férfit a helyi rendőrösre előállították. A karcagi rendőrkapitányság eljárást indított lopásvédség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Csé László karcagi lakos ellen.
A 27 éves férfi január 24-én egy óra körül bejutott egy karcagi ingatlanra, ahol a fészerből eltulajdonított egy libát. A zajra felébredő sértett megzavarta a jogsértőt, aki a szárnyassal együtt elfutott a helyszínről, majd a libát egy közeli utcában az árokba dobta. A helyi körzeti megbízott a beszerzett adatok alapján rövid időn belül azonosította és lakásán elfogta Csé Lászlót. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a 27 éves helyi lakost. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nyíréné Kátai Katalin, aki a Kovács Mihály tagiskolában futó ökopályázatról mesél nekünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nyíréné Kátai Katalin, a Kovács Mihály tagiskola pedagógusa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást újra. Legutóbb karácsony előtt járt nálunk egy stúdióinterjún, olyankor mindig hoz nekünk nagyon sok szép mindent, hiszen ötleteket szokott adni a kedves televízió nézőknek az ünnepi adventi időszakra, hogy otthon mivel díszítsük föl a lakásunkat. Hogy sikerült a kis karácsonyi kiállítások a tagintézményben? Köszönöm szépen. A kiállítás szerintem megint kis kedvesre, aranyosra sikerült. Nagyon sok kávédíszes képet készítettek a gyerekek, ami egy kis illatot is terjesztett nálunk az aulában. Illetve nem csak kiállítás, hanem a gyerekek esetleg egy kis bőrzét is rendeztek, illetve az óvodásoknak is tartottunk egy kis betekintő foglalkozást. Tehát akkor ők már beleláttak egy picit abban, hogyha majd iskolába kerülnek, akkor az önök tagiskolájában milyen lehetőségek várnak majd rájuk. Igen. Akár a kézműveskedés területén is. Van. Remélem, hogy sikerült elvarázsolni őket, hiszen még havat is varázsoltunk abban az időben, amikor plusz fokok lengtek a terem közepére, illetve nagyon sok olyan karácsonyi díszsel, ajándékkal térhettek vissza az óvodájukba, amire remélem emlékezni fognak. Utána következett egy párnapos karácsonyi szünet, de ha jól tudom, akkor most ismét munkába lendültek hamarosan itt a farsang. Mivel készülnek a farsangi időszakra? A farsangi időszakra úgy próbálunk készülni, hogy szeretnénk előzni minél előbb a telet, ezért most boszorkányokat készítettünk. Készítettünk egy elég nagyot, közel életnagyságot az aulába, illetve a többi kis boszika is az aulába fog kerülni, azok már a seprűjét is mi készítettük el, tehát teljesen a gyerekek kezemunkája alapján fognak repülni, lengni az aulában a boszorkányok. Miért pont boszorkányok? Hát ők üzik el a telet. Úgy legalábbis így beszéltük meg a gyerekekkel, és akkor reméljük, hogy hamarosan kitavaszodik. Honnan veszik az ötleteket ezeknek a megvalósításához, milyen segítséget használnak? Hát az az igazság, hogy ezek az ötletek többnyire az én kis fejemben próbálnak életre kelni. A sok-sok évi tapasztalat alapján, és akkor úgy visszagondolgatok, hogy mi az, amit még nem csináltam a gyerekekkel, tehát vagy ezzel a korosztállyal, amit nem csináltunk még, és akkor ezeket egy kicsit megújítom, átalakítom, újabb anyagokkal dolgozunk, korszerűbbekkel, vagy éppen vissza a természethez, hiszen a seprűhöz való ágakat, gajakat összegyűjtöttük a gyerekekkel. Hát valahogy így. Milyen korú gyerekek járnak a szakkörbe inkább?
Harmadiktól ötödik osztályig járnak most a gyerekek, ez ugyan két csoport, tehát az egyik egy alsós, a másik egy felsős. És milyen sűrűn találkoznak? Heti rendszerességgel mindig ott vannak a gyerekek. A kisebbeknek dupla órájuk van, a nagyobbaknak csak egy heti egy alkalom. Pályázatokon is rendszeresen részt vesz a tagintézmény. Van egy ökopályázat, ami már egy jó ideje fut az iskolában. Mióta, mit lehet erről tudnunk? Igen, 4 évvel ezelőtt hirdettem meg, most azért mondom így, mert ez is az én fejemben ötlött fel, hogy a városi helyesíróverseny, amit az iskolánk hirdet, ennek egy háttérrendezvénye legyen. Minden iskolában van ilyen rajzpályázat, ami a háttérrendezvény szokott lenni, és én akkor kitaláltam, hogy nálunk ne rajzpályázat legyen, hanem inkább egy kézműves, mert ilyen nincs a többi iskolában. És így úgy tűnik, hogy szívesen is pályáznak az iskolák, hiszen erre egy évben egyszer van lehetőségük, hogy Ez városi szintű, így van, úgy hirdetjük meg az iskolában, és ez akkor így most 4 éve, vagy most 4. éve hirdetjük meg. Ökopályázatnak hirdettük. Én azért is gondoltam, mert nagyon szeretek természetes anyagokkal dolgozni, és talán ezek közelebb is állnak a gyerekekhez, szülőkhöz, kollégákhoz. Így az első évben, amikor meghirdettük, akkor képkavalkád volt a címe, és akkor magvakból készítettünk képeket, akkor az volt a kiírás, hogy képeket. Aztán a második évben kavicsszobrászat, az volt a címe, és akkor kavicsokból készítettek különböző tárgyakat, szobrokat, eszméletlen fantáziával, lehetett ugye festeni is, ragasztani is, nagyon sok szép alkotás született. A tavalyi évben pedig fabrika volt a címe, akkor fából, parafából lehetett a pályamunkákat beadni. Itt is rengeteg ötlet volt, nagyon sok parafadugót felhasználtak a gyerekek, illetve a kollégákkal vagy a szülőkkel együtt, és az idén pedig tengergyümölcsei címmel hirdettük meg, amiben kagylók és egyéb tengeri herkentyűk összeállításával tárgyakat lehet készíteni. Na most kritérium ezeknél a pályázatoknál mindig, hogy olyan tárgyakat, képeket, alkotásokat készítsenek, amelyek díszíthetik a lakásunkat. Beszéljünk akkor az idei pályázat jellemről, ugye tengergyümölcsei, adott a kérdés, hogy miért pont tengergyümölcsei? Hát ez egy fantázia, tenger. Így van, egy fantázia névként azért, hogy takarja azt, hogy különböző vízi dolgokból készüljenek a tárgyak, nem feltétlen tenger, hiszen a kagylót megtalálhatjuk a Tiszaparton is, tehát nem feltétlen kell elutazni a tengerpartra, de én úgy gondolom, hogy talán nincs is olyan család, ahol egy-két kagyló vagy maréknyi kagyló ne lenne, hiszen szerintem ha a bármelyik folyópartra lemennek, a gyerekek azonnal kincseket keresnek, és haza is viszik. Meg ha esetleg elmennek nyaralni, akkor legalább van így cél, hogy a gyerekek mit hozzanak haza, mivel töltsék el a parton az idejüket. Szerintem ez általában így is van. Miket lehet készíteni kagylókból? Hozott ide néhány ötletet nekünk. Igen, ez a saját gyűjteményemből való igazából, mert a kiállítást csak a hétvégén fogom még berendezni, most érkeznek a pályamunkák, és nem is akarom lelőni a poént, hiszen majd ott láthatóak lesznek. Rengeteg dolgot, én úgy gondolom, és manapság, ha valaki az internetre oda kattint, akkor meg rengeteg ötletet talál már ezekből a dolgokból is. Úgyhogy ha a saját fantáziájuk nem indulna be kellőképpen, akkor is kap ötleteket.
Én most itt egy pár olyan dolgot hoztam, amit össze lehet nagyon könnyen ragasztani, és kis állatkák lesznek belőle, vagy akár egy nyaklánc, vagy mondjuk ebben van egy virágtartó is. De láttam már a pályamunkákban nagyon sok mécses tartót, virágot, képkereteket díszítettek. Nagyon sok ötlet van. Nagyon sok, majd ha eljönnek és megnézik a aulában, akkor látható, hogy azért beindulnak a fantáziák minden ilyen pályázat kiírása után. Az iskolák közül melyik szokott a leglelkesebb lenni? Hát ez van-e esetleg ilyen adminisztrációjuk, igen, vagy a saját tagiskola? Nem, minden évben van, hogy ki az, aki a leges legtöbbet. Tavaly például Berekfürdő nagyon-nagyon sok pályamunkát küldött az ő iskolájuk. Volt olyan év, amikor a kiskulcsosi iskolából volt a legtöbb, volt, amikor a saját intézményünkből. Tehát azért ki mennyire érez iránta egy kis elhivatottságot, vagy minél több anyag, amihez van, gondolom, attól is függ, vagy a pedagógusoknak mennyi ideje van rá, hogy fölkészítsék a gyerekeket, de hangsúlyozni szoktuk, hogy a szülők segítségével is nyugodtan otthon is lehet pályázni, és nyilván akkor megköszönjük egy kis emléklappal a szülőnek is azt, hogy részt vett ezen a pályázaton a gyermekével együtt. Mire kell figyelni egy-egy ilyen tárgy elkészítésénél? Ugye azért ezek a kagylók például ebbe a teknős békának az esetében azért ezek nem könnyűek. Mivel ragasztják össze? Tehát pillanatragasztóval vagy valami speciális ragasztóra van szükség? Én ragasztópisztollyal dolgozom, de természetesen ami a háztartásban van. Tehát gondolom, hogy a technokor ragasztóval csak az hosszabb ideig tart, hogy megszáradjon. Ki mire szánja rá magát, vagy mi az, amivel úgy érzi, hogy a legjobban megfogja. Én a legjobban a ragasztópisztollyal szeretek dolgozni, hiszen a kagylótól a papíron keresztül a kis szemeket és így tovább mindent megfog. Azt mondta, hogy a hétvégén fogja berendezni a kiállítást. Mikor lesz ez a helyesírási verseny és az ökopályázatnak a kiállítása? Február 2-án van maga a verseny, illetve a megnyitó is, és attól kezdve 10 napon keresztül a kiállítás megtekinthető a Kovács Mihály tagiskola aulájában. Tehát aki esetleg kedvet kap hozzá, ők még bevihetik a kis elkészített alkotásukat, leadhatják az iskolájukban? Igazából hétfő volt a határidő, de természetesen még a mai nap, vagy akár a holnap, addig még a zsűrizés, de nem kerül a sor, addig be lehet hozni a pályamunkákat, igen. Díjazzák ezeket a pályamunkákat? Természetesen. Első 3 helyezést minden év folyamon, hiszen 2-tól 4. osztályig van meghirdetve a pályázat. Ugyanannak a korosztálynak, mint a helyesíró verseny. Azért gondoltuk így, hogy ne csak aki a helyesírásban ügyes, hanem akinek a keze ügyes, kézművességben, a vizuális kultúrában és így tovább jártas, azok is helyt kaphassanak ebben a versenyben, és így 2-tól 4. osztályig első 3 díj, illetve szoktunk még egy külön díjat is minden év folyamon kiosztani. Lesz-e folytatása a jövőben ennek a pályázatnak? Ha rajtam múlik, akkor igen. Biztosan kigondolok egy újabb természetes anyagot, amiből lehet szintén alkotásokat készíteni a jövőben is. Az idei évre vonatkozóan milyen tervei vannak még a kézműves szakkörrel kapcsolatban? Igen, hát a kézműves szakkörrel most már készülni fogunk először a húsvétra, de párhuzamosan a Kovács Mihály napokra, hiszen akkor mindig szoktunk egy nagyobb volumenű kiállítást rendezni, szintén az iskola aulájában. Minden mellett dolgozunk a séfecskéimmel is, akikkel szintén most először a farsangra, majd a húsvétra. Azért mindegyik szakkörben megjelennek az ünnepkörök, ugyanúgy ott is díszítünk, illetve az étkekben is megjelennek azok a szokások, amit,
a ünnepeinkhez kapcsolódnak. Ha már említette, beszéljünk egy picit a séfecskék szakkörről. Ennek hogy jött az ötlete, hogyan működik ez a szakkör? Az ötlet az Szatmár Jánostól származik, aki az Euró Kft. Vezetője. Ő kereste föl az iskolánkat, és így kerültünk mi ide a lányokkal. Lányok vannak csak ebben a szakkörben? Igen, ebben a szakkörben most per pillanat lányok vannak. Természetesen nem kizárók, hogy séfek ne lehessenek, sőt, fiúk, de ez most így adódott, így verbúválódott össze. És hogyan működik ez a szakkör? Milyen formában működnek? Hogyan zajlik egy-egy foglalkozás? Igen, ez is szakkör. Havonta egyszer gyűlünk össze. Késő délután nyilván, amikor már a konyhába be lehet menni. Ott mindig először kapnak egy előzetes tájékoztatót a séftől, hogy mit fognak készíteni. Ezeket a recepteket le is írjuk. Van egy füzetük a lányoknak, és majd ezután kezdünk hozzá mindig a munkához a konyhában. Láttam utolsó, az évzáró séfecske foglalkozáson ajándékot is adott a lányoknak. Hát igen, ez az ajándék hasznos ajándék, mert egy kötényt kaptak a lányok. Egy kótkockás kötényt. Mert a karácsonyi hangulathoz ez beillett. Természetesen nem csak karácsonykor veszik föl, illetve hát minden olyan alkalomra most már tudjuk váltogatni, mert most már van 3 garnitúra kötényük, és megfelelő alkalmakhoz megfelelő kötényben tudnak odaállni az asztal mögé. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, másodikára sikeres versenyt, illetve sikeres kiállítás megnyitót kívánunk. Hogy eljött. Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a kedves látogatókat. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Maradjanak velünk, és a jövő héten visszavárjuk Önöket, addig is a viszontlátásra mindenkinek.